Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit üzennek a képek. Az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Itt nincsenek ugyan még más kártyák, akkor mit jelentenek az egerek? Az egerek azt jelentik ebben a helyzetben, hogy félsz attól, hogy elveszítesz valamit, vagy ő fél, hogy elveszít téged. Ennek a könyvnek nagyon sok jelentősége van. Utalhat könyvekre, például veszel egy szép könyvet, vagy valaki megajándékoz téged ezzel. A könyv jelenti a tudást, a továbbképzést is. Amit a könyv még jelent, ezek a titkok. De az egerek eltávolítják a titkokat, és akkor így kiderül a valóság. A könyv jelentheti a zárkózottságot is, és ebben az esetben a hegy arra utal, hogy ő hideg és rideg. De az egerek eltávolítják a zárkózottságot, az egerek el tudják a hegyet, a problémákat szintén távolítani. Vetkezed be ezt a kulcsot, légy magabiztos és használd, hiszen ezzel a kulccsal ki tudsz nyitni valamit. Utal a nyitottságra. De ezzel a kulccsal le is tudsz zárni valamit, a félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat. Utalhat a te zárkózottságodra is. Akkor is, ha kicsit olyan rideg, hideg, zárkózott, mégis megjelenik itt a hold, és mutatja az ő vágyait, az elképzeléseit és az álmait. Jelentheti azt is, hogy ő álmodik rólad, vagy álmodozik rólad, de fél attól, hogy elutasítod, fél attól, hogy elveszít téged. Mivel itt vannak félelmek, vagy a részedről, vagy az ő részéről, ez fogva tart benneteket ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus. És itt kell egy kiút, áttenni magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ez a torony utalhat korlátozásokra is, de mivel ott van fölötte a másik kép, az egerek el tudják távolítani ezeket a korlátozásokat is. Miután az egerek itt mindent eltávolítottak, ami fogva tartott téged, vagy őt, itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kép azt is jelentheti, hogy ő közeledik hozzád. Mivel itt megjelenik a ház, tehát az otthonod, számíthatsz arra, hogy ő meglátogat téged. Vagy lesz egy meghívás, és azt akarja, hogy te látogasd meg őt. A ház jelenti a környezetedet is, a szomszédokat, a családot, és itt lesz bizony mozgás.
És végre kisüt a nap, kiderül az igazság, megvan a vonzalom kettőtök között. A nap jelenti a te sikeredet is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!